most már teljes mértékben. Na, sziasztok! Itt vagyunk 60-ban, Hősök teréről indultunk. Igazából volt egy kis kalandos út, mert a lehajtót azt elnéztem, de ide értünk bőven időben. Tartok mindjárt egy kis eligazítást. Körülbelül itt lehet látni, hogy mennyi motoros van, mennyien jönnek. Én, ahogy számoltam, az előbb 54 motor van, azóta jött szerintem egy 10 biztosan. Úgyhogy perceken belül indulunk, gyertek velünk! Na, ide értünk a Rudabányai tóhoz, mindjárt próbálok lemenni, csak igazából megmutatom nektek, hogy milyen a látvány. Én azt gondolom, én most vagyok itt először, szerintem érdemes lejönni, érdemes ide elnézni. Persze nem én időben, most is elkezd egy kicsit esni az eső, aminek nem nagyon örülök, ezáltal nem is fogja szerintem annyira átadni a videó azt, hogy igazából milyen is, de hát mutatom. Na hát ez tudja. Aki esetleg nem tudná, hogy ez körülbelül merre is van, Észak-Magyarország látványossága ez igazából. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Gazincbarcika közelében található maga ez a bányató. Azt kell erről tudni, hogy Rudabánya középkorban is már, tehát eléggé nagy múltra nyúl vissza, középkorban is már felső Magyarország bányavárosának volt a egyik nevezetes része. Vasércet és színes fémeket termeltek ki ebből a bányából. Maga a bányató az körülbelül 300 méter hosszú és 80 méter széles. A legmélyebb pontja pedig 60 méter. Itt van mellette egyébként egy múzeum is, ahol ilyen színes fémeket, érceket lehet megnézni. Jelenleg a belépő, így 2021-ben 600 forint. Az a helyzet, hogy hoztam drónt is, csak mivel esik az eső, na, tehát
kettő helyzet van, amikor nem szoktam drónozni. Az egyik az az, amikor nagy szél van, a másik az, amikor esik az eső. Na most eddig mindig nagy szél volt, most nincs szél, most eső esik, úgyhogy most ezért nem, de ide biztos, hogy vissza fog jönni egyet majd drónozni. Van egy felső része, ahol az előbb voltam ennek a tónak, ott rá lehet látni egy ilyen magaslatból, illetve le lehet slattyogni a tó mellé, és itt így közvetlen a tóhoz lukadsz ki. És hát igazából ez ezt tudja. Közben találkoztam ilyen bátor motorosokkal a csapatunkból, akik azt gondolták, hogy majd így a sziklafalon megpróbálnak leereszkedni. Csak csúszni kell! Csak csúszni kell! Hát itt ezek vannak. Na, hát ez a tó, ez tudja egyébként. Mondom, jobb időben szerintem érdemes ide eljönni. Innen majd összeszedjük majd a csapatot. Gyakorlatilag egy órát hagytam nekik, hogy itt nézelődjenek. Úgyhogy innen meg megyünk tovább Miskolc fele. Miskolcot elhagyjuk, ott fogunk még megállni egy Bolkútnál, nem is ÖMV-kútnál. És ott még majd folytatjuk a videózást. Napnak, nagyon elfáradt mindenki, többek között én is. Reggel nem gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk, amikor még a Hősök terén találkoztunk, ugyanis szakadt az eső. Szerintem nagyon sok mindenkit, aki Pestről jött, ez eltántorított. A végére nem számoltam, de ott a Rudabányai tónál szerintem olyan 60-70, de inkább 70-80 motor az megvolt. Úgyhogy a létszám az nagyon jó volt, ott láthatjátok a csoportképet is, egyébként ezt befogom. Ott láthatjátok a csoportképen is, elég sokan voltunk, aminek nagyon örülök. Mi lett volna, ha jó idő lett volna. De mindegy, így a nap végére így ki is ütött a nap. Innen már mindenkit elengedtünk, úgyhogy következő túra az június 26-án lesz. Hova is megyünk? Szentkirály Szabadjára fogunk menni. A Szellemváros nézzük meg, egy elhagyatott régi orosz laktanya. Ha tetszett a túra, akkor gyere csatlakozz bátran. Budaörsről fogunk indulni, de majd lent a leírásban be fogom linkelni a Facebook eseménynek az oldalát. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot,
iratkozz fel a csatornára, és akkor fogod látni az összes többi túrát, illetve ha részt veszel, akkor fogod magadat vissza is látni, amikor készen lesznek a videók. Na, sziasztok, és találkozunk a következő túrán.